A lencse, a bab vagy bármilyen apró szemes étel fogyasztása szerencsét hoz. A malac előre túrja a földet, vagyis kitúrja a szerencsét. Sőt, kunkori farkát meg is lehet markolni, így aztán garantálhatjuk a szerencsénket a következő évre. A lábasjószág, csirke vagy tyúk fogyasztása azonban tilos, mert az hátrafelé rúg, elkaparja a szerencsénket. Ilyen és ehhez hasonló szokásokat tartanak sokan szilveszterkor. A lencse az a jövő év miatt. A malac meg hát segít mindenkinek, azt mondják. Vagy legalábbis van egy ilyen mondás, hogy a malac sült szilveszterkor nagyon jó, mert majd jót hoz az új évbe. Lencse, virsli, nagyon sok sütemény, tehát rántott hús, meg hát még ezek a kocsonya. Igen. És ezek miért fontosak, hogy van valami szokás, hagyomány, amit ilyenkor kell tartani, ápolni? Igen, nálunk ez szokás, tehát nálunk nagyon összetart a család. Vannak, akik az év utolsó napján is dolgoznak, ezért a lehető legtöbb időt pihenéssel próbálják majd tölteni. Másnap viszont nem maradhat el a nők köszöntése, mondta ez a szekszárdi lakos. A reggeli köszöntés. A férfiak részéről a hölgyek felé. Az első köszöntés. Az új év köszöntőknek mágikus erőt tulajdonítottak régen. Az ősi hagyomány egyében a férfiak és a fiúgyerekek felkerekedtek, felköszöntötték a rokonságot. Azt tartották ugyanis, hogy a férfiak jó kívánsága eredményes, főleg azoknál, akiknek elsőként kívántak szerencsés esztendőt. Ezért sok háznál elsőként csak férfi vendéget fogadtak, mert ők vittek szerencsét a házhoz. A nők csak szerencsétlenséget.